Sziasztok, Blackonom vagyok, és itt a Stronghold Crusader 8. része. Érkeztünk az utolsó 10 pályához. Talán itt lesz a legnehezebb dolgom, hát majd kiderül. De az előző 10 pálya is volt pályán, ami mondhatni megizasztó volt. De kinek mi? Na, vágjunk is bele szerintem. Nobles versus Scoundrels. Hát a legelső, hogy itt van Frederick. Frederick kastélyos olyan nagy, kicsit olyan Richie-jéhez hasonló, de nem annyira részes, még ez a két tornya, csak ami veszélyes. Megfigyeljük, szinte minden egységet használ, ami európai, és akkor azért szövetségben van velem, pont a túloldalon. Mondjuk, hogy így tapasztalatból mondom, hogy Bazzi azért ő segítőkészebb jóval, mint a kalifa. Tehát a kalifa az egyáltalán nem segít semmibe, se nem véd, se nem környezni, vagy semmi. Bazzi azért, hogyha teheti, ő tud segíteni. Azért jóval kedves. Erre a pályára csak azt tudom javasolni, hogy ne unjuk magunkat halálra. Nem fogunk tudni se rassolni, tehát a megpróbáljuk lerassolni a Nizárt. Hirtelen olyan seregnyi IS csapatot csinál, hogy azt egyszerűen hamarabb kiszedi a csapatunkat, mint hogy odaérne a várhoz. Hát Emperorhoz vagy nem fogunk tudni eljutni, mert Nizán keresztül kell, pont emiatt. Úgyhogy a rust hanyagolhatjuk. Towert se tudok csinálni, tehát hogyha ide rakom azt a tornyot és elkezdem basztatni a Frederiket, stb. Akkor neki ugye kettő tornya van, és akkor azzal szépen szétszedi a számszeriászaimat, meg a tornyomat is. És ha trebusétot akarok ide rakni, hogy kiszedjem, akkor ő meg gyorsan kiszedi mind a Nizár, mind a Frederick tér. A trebusé, vagy mi az a katapultokkal direkt még a trebusétokat célozza. Úgyhogy itt azért már jóval okosabb a kazaik, mint az előző 50 keresztes hadjáratban. Azért Nizár, meg Frederick, tényleg nem hittem, hogy ennyire okosak. Úgyhogy nem szabad úgy meggondolatlanul cselekedni. Szóval azt terveztem, hogy hát ide raktam 4 darab almafarmot, ennyiből tudok majd gazdálkodni. Hát fám is kevés van. Meg itt van pár vas, meg kő. De az a baj, hogyha ide is rakom ezt a vasbányát, meg ezt, akkor ő pikpak ki fogja szedni. Úgyhogy ez a Frederick igazi pain in the ass ebben a pályában. Úgyhogy azt tudom javasolni, hogy csináljunk IS sereget. Azt csinálok ide majd ez IS gyártót, és akkor folyamatosan gyártani fogom az IS-okat, és így összeverem a csapatokat, aztán meg ide fogok csinálni majd egy tornyot, hogy elkezdjem basztatni a Nizárt, vagy egy kicsit meggyengítsem, és hogyha úgy érzem, hogy viszonylag készen állok, akkor majd be fogom támadni, de a Nizárral kell kezdenem, mert zavar, hogy ez itt van. Még hogyha úgy van, szerintem a trebusétokkal is nyugodtan szedegethetjük. Ostrom gép építése. Értettem? Itt a Nizár várát. A sűrűse meg kell gyengíteni. Jacik Vazir nagyon szépen alágyújtott. Mind a Frederiknek, mind a Nizárnak. Nem kell őt félteni. Jól bírja magát. Úgy, hogyha már úgy érezzük, hogy hát én már csináltam egy jó nagy ilyen sereget, akkor már csak ki kell végeznünk a Nizárt. Ha azt is tervezzük, hogy a Frederiket betámadjuk, akkor itt a vár aljába helyezkedjünk az IS-okkal. Így menjünk körbe és szedjük ki az ostrom gépeit. Még nem fog eltalálni minket. És hát lehet, hogy el fog találni, de sokkal kevesebb az esélye. Nem tudok egyszerűen semmit, csak vérekezni. Nem tudok onnantól kezdve már támadni, hogy a Nizár megcsinálta a kastélyát, mert olyan ninja sereget küld rám, hogy eszem passzom megáll, tehát azért is muszáj rámennem az IS-okra,
Mert hát olcsóbbak azért, mint a számszeriászok, és arra nem futna. Úgyhogy muszáj vagyok állandóan érekezni, és csak úgy tudom Frederiket basztatni, hogy a trebusétokkal szétszedem a tornyait, a raktárát, mindet, amit csak tudok érek, hogy meggyengítsem. Meg azt csináltam, hogy jó pár fáklyást is csináltam, és akkor úgyis ide egy kés építkezik, aztán felgyújtogatom. És onnantól kezdve, hogy a Frederiket megöltük, már könnyebb dolgunk van. Igaz, mondjuk nem annyira, mert a Nizar az úgy olyan ninja seregeket csinál, hogy csak úgy nézhetünk. Úgyhogy erre nagyon fel kell készülni. De onnantól legalább itt tudunk termelni, meg itt is. Akár ide is kiköltözhetünk, nem fog minket zavarni. Meg hát Nizar nem csinál ilyen ostromgépeket szerencsére. Úgyhogy csak ezért volt eddig szar nekünk. És akkor így lesromboltam a gyümölcsöseket, és rátértem úgy, hogy a kenyérre. Csodák csodájára a vazír megölte, így miért odaértem volna. De hogy én legyengítettem, én még kivégezte. Még egy hitetlent küldtem maga mellé Allah paradicsomába, hogy szolgám legyen. De ugyanazt csináltam, mint az abot. Legyengítettem a fenébe, aztán ő meg kivégezte. Se baj, még jósabb volt, nem baj. Lényeg, hogy túljak ez a szar pályán, mert ez a pálya, ez kifejezetten nem volt, ami parzasztó irritáló volt és időigényes. Natural Defense. Frederick már szövetségbe velem. És itt van Disznoj, visszatért. De mondjuk jó, hogy itt körbe vagyok véve csak. Ők inkább ott lennék a Frederick helyébe. A kezdő aranyból én építettem egy tornyot magamnak, ebből fogok majd gazdálkodni, meg ebből a részből. Hát remélem, hogy a disznó az nem engem fog támadni, hanem Fredericket, mert erről a oldalról végtelen vagyok. A Nizártól meg az emértől jobban félek amúgy, mint a disznótól. A disznó az mindig a Fredericket fogja támadni, szóval legalább erre a részre nem kell figyelnünk, hogy minket támadna. Viszont az Emir meg a Nizar még nem nagyon támadott, furcsálom is, de szerintem jobb felkészülni rá, és akkor itt folyamatosan termelni az IS csapatot, hogy minél több legyen a toronyba, mert egyszer indul meg az Emir, vagy mi az Emir már Nizar, a ninja sereggel, és akkor nekünk végünk, szóval nagyon fel kell készülni rá a kis sunyira. Viszont Frederick az mindig az Emir támadja, tehát a disznót azt alig-alig, nem is értem. Úgyhogy én azt tervezem, hogy esnek a disznót iktatom. És azután, hogy a disznót elintéztünk, szerintem az Emirre menjünk rá. Mert a Nizar az egyáltalán nem támad. Tehát már elég sok idő telt el, de még egyszer nem támadott. Nem tudom miért. De nekem csak jó. Végzem már szerencsétlen Nizart is. De ezt nem értem, Frederick itt van. Játék újraindítom. És miért nem jön neki ilyen parasztja? Játék újra, tehát játék a termelés az megvan oldva, meg minden, de parasztja nincsen. Meg a marája is. Játék 88-at jelz. Nem értem, játék lehet, hogy házikója nincsen, azt nem képes csinálni. Meg kipróbáltam azt, hogy küldök neki fát, mert láttam fából nincsen olyan sok neki, de elkölti a marájra. Úgyhogy én nem értem. Mindegy. Üzenet érkezett a Nazgulból. Nem sokat csinált a Frederick itt. Ahhoz képest, hogy ellenem bezeg meg milyen agresszív. Győzelem! Circle of Enemies. Ó, és itt van megint a bot. Csukjás barátunk. Tyűha! És itt van megint a kígyó. Hogy is vagyunk, akkor itt van a bot mellettem, igen. És akkor... Játék újraindítva. Aha. Játék megállítva. Aha. Tehát itt nem tudok felmenni. És akkor itt körbe kell, hogy menjek. Mocsáron keresztül. Tehát a legelső a disznó lesz, akit ki kell, hogy iktassak vazír, kígyót, majd a... Nézárt utoljára. Azért kell mindenféleképpen egy torony, hogy
basztathatni tudjuk a Nizárt, mert nem szabad egyszerűen hagyni neki, ugye, hogy ninja sereget csináljon. De hogy bocsárból van bőven. Mit kerestek a bocsáromban? Ez is egy nagyon időigényes pálya, mert ki kell alakítani itt is a védelmet. Tehát én azt tanácsom az elején, ugye ide építsünk a tornyot, aztán kezdik el basztatni a Nizárt, meg egybe a kígyót is. Őt is innen elérjük simán. Rakjunk be, hogy 30 szemszeriest, aztán ide is építsünk egy tornyot, meg ide is. Mert hogyha támad is a disznó, meg vazér, meg a kígyó is így egyben, akkor mindig így vagy erről jön, vagy erről. És ugye, mint tudjuk, a vazér is, meg a kígyó is nagyon szeret gyújtogatni, meg hát a Nizár is, de hát neki nincsen esélye gyújtogatásra. Szóval azért is kell itt bevédenünk ezt a teret, mert az a baj ez a mocsárral, hogy lehet, hogy lelassítja az enfeket, de így a nyilak így elvesznek benne. Tehát nem nagyon tudják így eltalálni, mint látható, a fáklyást is. Így eléggé pontatlanul lőnek. Nem értem amúgy, hogy nem találják el. Csak akkor találják el, hogyha kijönnek ide a szárazföldre. Szóval azért is csináltam ide falat is, hogy ha jönnek, akkor itt jöjjenek. Ne össze-vissza, meg ide. És ezért is tanácsom, hogy ide is csinálunk, meg ide is egy tornyot, és rakjuk el számszeriásszal, mert a fáklyások egyszer érnek be, és konkrétan az egész abotnál elterjed a tűz, meg akár nálam is. Azért is érdemes rakni ilyen hát, tűzoltókat, ahogy én hívom. Így szerte ez a részekre, pont erre az esetre, hogyha esetleg bejönne egy fáklyás is. Aztán hát itt tudunk gazdálkodni egy kis vasból, kőből, de leginkább a szurokból. Amennyire csak tudok gazdálkodok belőle, hogyha már ilyen nagy az a mocsár, én kihasználom. Meg annyit csinálok még, hogy csináltam ilyen tüzes gépezetet, és akkor ezzel szépen itt a kígyót is felgyújtogatom. És miután gyűjtöttünk egy kisebb csapatot, nyugodtan neki mehetünk a disznónak, és a bazérnak, és így tovább. De hát a kígyó meg a Nizár, az nem fog jelenteni semmi gondot. Hála ennek a taktikának, amit így kitaláltam. Végezzük ki ezt a szerencsétlen Nizárt is így utoljára. Csórot. Az egész játék elejétől nem tudott semmit csinálni. Üzenet érkezett. Egy darab egységet sem. De dühös valaki. Hát na. Győzelem! Ő is megszivatott egy-két pályán. Szóval... ezt most visszanoztam. Unholy Matrin Money. Kígyó és disznó. Na, ez a második pálya, ahol a kígyó és a disznóval vagyok szövetségbe. Ritka. Ó, te jó ég. De az az ellenfél. Két vazír. Nizár, meg kalifa. Azt nem értem, hogy jó. Legyen azért, hogy nehezek legyenek az ellenfelek, de miért pont a ilyen könnyű szövetségeseket kapok? Nyerővel jó, hogy nem kapok egy patkányt, aztán kész. Főleg, hogy megint a semmiből kell gazdálkodnom. Ez borzasztó. Sőt, miből tudok gazdálkodni egyáltalán? Mert csak itt van ez. De ezt nem fogják hagyni. Nincsen köze egyáltalán. Habár... megnézzük, talán... aha... némelyikre lehet... rakni. Kifejezetten erre a pályára lovasi ijászokat tanácsolok. Csak azért, mert oázisból kevés van, tehát ezeket a fákat itt ki kell írtadni, hogy tudjak építkezni egy kis búzafarmot. Így amelyik helyre tudtam, ilyen vasbányát csináltam. Ez egyetlen gazdálkodási módszerem.
És azért javaslom a lovasi jászokat, mert igaz, hogy én a számszerű jászokat preferálom, de azok lassúak. Tehát itt muszáj lesz ide-oda ingázni a két szövetséges között, mert őket szét fogják szedni. Abba egy emir szétszedi, aki így jót, nem hogy még egy vazír is pluszba. Szóval muszáj lesz így ingáznom össze-vissza, és erre a lovasi jász a legjobb. És addig-addig húztam, míg el nem értem a maximum egységet. Az 260 lett max. Játék megállítva. Mert, játék, ha megnézzük, hát a szerkezet az duplának számít így. Úgyhogy szerintem eléggé fel lettem készülve. Én szerintem az emérrel meg a vazira fogom kezdeni, mert ha a kettőt megnézzük, szerintem a kígyó gyengébb. Azt nem értem úgy, hogy itt van a vazír. Ő nem csinál semmit, tehát valószínűleg lehet, hogy ő is befalaszta magát, vagy nem tudom, de egy egységes nincsen. Nincsen termelése se, semmi. Úgyhogy azzal nincsen gond. Kalifa az ugyanúgy gyújtogat, meg Nizar küldi a ninja seregét ugyanúgy a disznóra, úgyhogy azért is kell bevédeni, mert hamar ki tudnák szedni amúgy a ninják. Na de akkor rohamra! És akkor ironikus módon végezzük ki a Nizar ninjákkal. Igen, ez a pálya is eléggé hosszú folyamat. Legyébként be kell védeni szövetségeseket. Őt szerintem célszerű bevédeni. Mirage with reinforcements. Egy Nizar meg egy vazír. Na hát ebből rush nem lesz, szóval ez még hosszabb menet lesz. Főleg, hogy 40 000 vagy. Azt tartsam a kezdő aranyból, úgy, mint eddig minden, szerintem majdnem minden pályán. Építsünk ide egy tornyot, és akkor Obi-Wan Kenobi taktika. Mert ez a rész ugye ez így, hát ilyen futóhomoknak felel meg, és ez így lelassítja szépen az egységeket. Olyan, mint egy mocsár. Igazából. Szóval ki kell használni, és vigyázni kell azért Nizarral, mert rengeteg ninját küld már az elején. Nizar mindig ebbe az irányba, ebbe a sávba támad. Bazír meg ebbe a sávba, szóval ide még fogok csinálni még egy tornyot, hogy hamarabb kiszedjem a csapatát, mint hogy támad. Készüljön. Lehetőleg alaposabban felkészültem. Mint mondtam, érdemes ezt a két tornyot így ideépíteni, de ezt inkább kijavítanám arra, hogy három tornyot csináljunk. Tehát
ez a lényeg, ez a két torony meglegyen, rakjuk tele 40-50 számszeriásszal, és akkor nyugodtan tudjuk tartani a frontot. De még ide is érdemes rakni, mert Nezár cseles, és néha még így errefel is küld ninjákat, és azt nem vesz kész, aztán kinyírja a nagy urunkat, aztán vége. Szóval azért is érdemes ide rakni. Tehát egy jó sokat gazdálkodtam, én még ide is raktam kőfejtőt, oda fentre, abba a kis körömpiszoknyi brésbe is, basbányát, meg oda is. Én kihasználtam mindent ezen a pályán, de úgy nem nehéz. Tényleg csak ezt, hogy a védelmet meg kell csinálni, onnantól meg azt csinálunk, amit akarunk. És akkor hát építettem egy óriási nagy légiót. Már közel 500 egységem van. Úgyhogy ezt megnézném, hogy visszaverne a Nezár. Spoiler, nem fogja. Még nem hallhatsz meg mi? Hát azt miért ne hallhatnám meg? Na, hogy győzelem! Egy órája csinálom ezt a pályát. Na ideje volna, nem? Nezár barátom. Hűha. Na, nézzük a következőt. Snaking Stream Rematch. Ó, ott hanem buráját. Az első pálya, ahol farkassal vagyok szövetség. Na, ez is ritka. De jól emlékszem, nincs is több pálya, ahol farkas vagyok szövetségbe. Csak ez a ninja légió, ami itt lesz. Három Nezárral. Én a kezdő aranyat arra használtam, hogy csináljuk 50 számszeriászt. Egész idáig ki lehet építeni a tornyot, úgyhogy ezt ki is használtam. És akkor ezt a Nezárt folyamatosan tudom így gyengíteni. Muszáj lesz. És miután jól meggyengítettük, kifogyasztottuk az összes aranyából, már csak annyi kell, hogy kivégezzük, és akkor már könnyebb dolgunk lesz azért két Nezár ellen. Szolgálatára. És akkor itt nyugodtan gazdálkodhatunk azután, senki nem fog minket zavarni, mert ahogy észrevettem, a Nezárok, mert mindenki állandóan csak a farkast csesztetik, szegény állandóan kéri a segítségemet, úgyhogy nyugodtan el lehetünk, de attól hogy érdemes ott hagyni a számszeriászokat. Úgyhogy verjük le ezeket a ninjákat. Thank you.
Az képest, hogy ez milyen nehéz pályának tűnt, három lizáról nem volt olyan nehéz. Lehet, hogy pont amiatt, hogy nem minket támadtak a nézárok. Erre jó felkészül. Megköszönöm farkast, hogy védted a hátamat. Üzenet érkezett. Most ő kapta az ívest rendesen. Se baj. Ball of Death. Ó, oh, ez a pályán voltunk már egyszer, csak akkor azt hiszem 2000 volt. Csak most 3 van és 4000-rel. Hogyha megnézzük, ez egyetlen átjáró. Kezdő aranyból csak 10 számszeri, azt vettem meg 10 pajzsost, hogy majd ide helyezem, és meg nem tudjam basztatni, mert az a baj, nem tudok ide építeni tornyot. Csak ide tudok, de annak úgy nem sok értelmét látom. Erre lenne jó építeni, de erre meg nem tudok. Úgyhogy csak az lesz, hogy ide küldöm a csapatomat, és ennyiből fog tudni gazdálkodni. Hát nem sok semmi, de jobb, mint a semmi. Sőt, jól meggyengítettük, érdemes a nagy urat is használatba venni, és akkor mondjuk akár ide küldeni a várához, hogy ne legyen semmiféle népessége. És ide 3 kőfejtőt is tudunk helyezni, meg 4 vasbányát. Hát ennyiből kell gazdálkodnom. Sajnos. De ezt a kék emiatt gyorsan ki kell szednünk. Közben támadjuk is az emért, folyamatosan csináljuk az utánpótlást. Tehát én mindig csinálom a számszériázt, karforgatót. Most pikást nem nagyon fogok venni, mert sietnünk kell. Gyorsan ki kell iktatnunk ezt az emért is, hogy csak ezzel legyen gondunk. És tényleg így folyamatosan csinálom, és akkor már be is támadtam ezt a másikat, csak ez már küldi a erősítés. És miután úgy érezzük, hogy már szépen felkészültünk a harmadik emírre is, ott neki mehetünk, mert látszik azért, hogy már nagyon szépen felkészült ránk. Ne hagyjuk, hogy tovább terjeszkedjen. És akkor ennek az emírnek is vége. Nem nehéz ez a pálya, csak tényleg ennyi. Nem szabad tökölni, de ezt mindegyes pályán elmagyarázom. Stronghold Crusader nem abból áll, hogy tököl az ember. Oda kell verni, de keményen és brutálisan. Saladin alone. Jaj, magasságos egek. Na, ez is vietnámi flashbackes pálya számomra, mert ez is piszok nehéz. Tehát a Saladin az ott van egyedül, igen, de őt piszok hamar ki fogják szedni, és aztán ezek mind rám jönnek. Ugye megnézzük azért, itt van fenyegetés. Bőven. És az a baj, hogy gazdálkodni nem is fogok olyan sok mindenből tudni. Csak egy tanácsot tudok adni erre a pályára, nagyon figyeljünk oda. Szóval, amit elkezdődik, gyorsan csináljunk számszeriászokat, mert olyan 50 kitelik a kezdő aranyból, hogyha mindent eladunk, ami fölösleges, tehát csak a fa maradjon, meg a kő. Aztán azt csinálta, hogy mindegyes számszeriász, tehát az 50-et elsőnek beraktam ide kalifához. Ez a fontos, hogy a kalifát teljesen kifosszuk a pénzéből, tehát amint elhasználja az összes aranyát, onnantól már vétel. Onnantól ott lehet hagyni kell olyan 10 számszeriászt, az elég. Ez a főpont, tehát erről fog támadni mind a vazír, emír, mindenki erre a pontról, úgyhogy azért is kell ide rakni még egy tornyot. És igen, direkt azért raktam ilyen négyszögletűt most, mert hát olcsóbb így kővel, és nem kellett pluszba vennem követ. Szóval ide rakjuk szépen. Persze azt ugye mondom se kell, hogy mindegyikre rakjunk minimum 2 darab ilyen pajzsost, hogy a számszeriászokat be tudjuk védeni. És amint kifogy a kalifából, vagy a kalifa aranyból, érdemes szerintem átrakni ide. Mert mondom, minden fognak jönni állandóan. Plusz még közben ide kell még 2 tornyot, és ezt be is falazzuk szépen. Mert hogy a disznó az majd, hát
látszik a szaladi nem sokáig fogja bírni, szerintem még 2 perc se, aztán megpusztul. Szóval azért is kell ide 2 darab torony, mindig 2-be ilyen balisztát rakjunk, mert a disznó sok katapultot csinál, és a balisztákkal szépen ki lehet szedni a katapultokat, de persze ide is kell majd számszerjászok. Meg hogyha marad fánk, még aranyunk, akkor rakjunk még számszerjász készítő műhelyeket. Szerintem olyan 10-et kéne minimum, hogy rakjunk. És az a baj, csak itt ebből a kőből tudunk gazdálkodni, meg ebből. Meg hát a sok kenyérből majd, meg fából. És ennyi. Tehát ez a pálya kifejezetten nehéz, így hogy 3 oldalra is kell figyelnünk. Muszáj mind 3 oldalra figyelni, de főleg a Nizarra figyeljünk, vagy ha bejön a ninja sereggel, az nekünk végzetes lehet. Ezért is tanácsolj, majd ezt is itt falazzuk be végig, ha tudjuk. És hát ki kell tartani jó sokáig. De a Szantint elintézték, hát pont emírölte meg Szaladinkát. Egyből jön rám a kis csapatával, a disznó is. Úgyhogy nagyon figyeljünk, de ez az a legjobb, hogyha mind a 4 tornyot feltöltjük teljesen. Stabilizáltuk a helyzetet, nagyon nehéz volt ezt megoldanom, de ezt másképpen nem lehet amúgy ezen a pályán. Tehát én mindig azt csináltam, hogy ilyen 50-et, amúgy, hát tegyük fel, nem engedi a játék, hogy több számszerjászt rakjunk a toronyba, ezt már akartam is mondani. De rá is lehet jönni, hogy csináljuk azt, hogy kijelünk olyan 20-at, lehozzuk ide, és tegyük fel, mondjuk hozzá akarunk adni még, hogy 30-at pluszba toronyhoz, akkor kijelöljük a 30-at, rámegyünk, hogy menjenek fel, és akkor úgy nem fog lejönni, nem fog ott maradni a lépcső meg a falon, és közben miközben felmegy, kijelöljük a maradik 20-at is, és ugyanúgy felkattintunk és fel fog menni, tehát így lehet így kimaxolni úgymond a tornyot. Aztán ide elég volt olyan jó 30 számszerijász, hogy a disznót féken tudjuk tartani, így a termést is szépen meggátoljuk, ugye ebből neki, nem ilyen tudom komoly a fenyegetést. A legnagyobb fenyegetést be a pályába szerintem Emir jelenti, mert akkora seregeket küld rám, hogy eszem faszom megáll. De hát egy Emirtől ez elvárható, nem hiába, mondom, szerintem a legerősebb arab, miután erősebb is tényleg, mint a Szaladin. Aztán Nizarron is nagyon oda kell figyelni, hogy tényleg a ninjai ne tudjanak feljönni, azért is érdemes ezeket a falakat így felhúzni, hogy míg fel is mászik, addig is időt tudunk nyerni és ki tudjuk szedni a ninjáit. Meg figyelni kell, hogy ha Emir támad, akkor egy csomó katapulta is jön. Tehát a tornyot a 7 perc alatt balra tudná zúzni, ez is kell, hogy folyamatosan javítsuk. Tehát a kőtermelés nem állhat le semmiféleképpen, hogyha a torony bedől, kezdhetjük szerintem újra a játékot, mert nem nagyon fogjuk tudni onnan visszahozni. Aztán én csináltam, jó sok időben betelt, de 100 darab karforgatót. Eddig még amúgy karforgatót nem is csináltam. Játék újra. Igen is, uram. Úgyhogy ezzel szépen begyaloglok ki majd ide Emi, vagy Nizarhoz. Na szerencsétlen amúgy jó, hogy körbeásta magát, minden. De itt van egy nyitott rés. Tehát ezen simán be lehet sétálni. Úgyhogy 100 darab karfogatót meg íjászokkal nem fog tudni meggátolni. We will take Jerusalem! Deus Vult!
Jó a rosszban, hogy most egy sokkal szebb élet vár rám. Allah, jó a rosszban, inkább az, hogy túl vagyok ezen a szar pályán. Ez borzasztó volt. Nem azért, mert tényleg jól nehéz kell legyen, csak az a baj, hogy rendkívül időigényes is. Tehát rá vagy kötelezve, hogy védekezzél, mert ezt másképpen nem lehet. Na de már csak két pályán hátra. Whirling Death. Ó, Frederick. Szövetségben is akkor... Húha. Hát ez tényleg spirál. Ráadásul három emírrel. Az elején szokásosan építettem egy tornyot. Ez a távolság maximum, mire tudom helyezni. Nem sok. És akkor... Hát védelem kell a Frederiket, mert ezek szét fogják szedni az hót biztos. És akkor ebből kell gazdálkodnom itt. Található, hát rengeteg fa van itt mondjuk. Csak az a baj, a fa az nem sokat ér így aranyban. 50 számszerű ezt raktam amúgy a toronyba. Hú, de az a baj, hogy egyszerre támadnak, ráadásul jó nagy csapatokkal. Tehát én azt tartom, hogy akár ide is rakjuk folyamatosan a számszeriászokat, készüljünk fel, mert Frederiket nem be kell védeni. Meg azért nagyon rá kell készülni tényleg a nagyobb támadásokra. Az a baj, itt Frederik nem tudta rendesen beépíteni a kastélyát, mert még ide is jött volna szerintem egy torony. Meg a kezdő fáklyásokkal segítsünk neki megásni az árkokat, hogy ne kelljen vele foglalkoznia. Meg csak jobb azért új a védelme. Ez a pálya is olyan sajnos, hogy rengeteg időt be kell ölnünk, hogy jól felkészüljünk. Hát tényleg itt kevés dolgból tudunk gazdálkodni is, meg védeni kell nagyon a Frederik segít, ne öljék meg. Úgyhogy, hát szerintem vágjunk bele. Hadd hulljanak az arab fejek. Thank you.
És ezzel vége a Nezárnak is. Nazírnak. Hogy minden egyes pálya ennyire hosszú, fárasztó. Üzenet érkezett Frigyes császártól. Jól van, Frederik. Amint ha így se lettél volna. Szerencsétlen. Hú, és végre elérkeztünk az utolsó pályához. El se hiszem. Milyen hosszú út volt ez. Már a neve is jól kezdődik. Úristen, very big. Na hát ez tényleg very big. Legnehezebb ellenfeleket így berakja. Hát mondjuk, hogyha még a kalifáját mondjuk egy szaladin lenne, akkor talán még nehezebb lenne az egész. De itt van még Farkas is így utoljára, meg Ricsike. Hát... ez kemény menet lesz. Ezt nem fogom zsebre tenni, mert az előző utolsóhoz képest ott... még a 10 000 arannyal kezdtem. Itt meg 3 000-rel. Van különbség bőven, meg itt 40 000-rel indulnak, tehát ez jóval nehezebb pálya lesz. Játék megállt. Hogyha megnézzük, akkor ugye itt van Kalifa meg a Nizar legközelebb. Ezt a helyet vagy el kell keríteni, meg ezt, hogy ebből tudjak gazdálkodni, mert itt jelenleg nincsen más. De csak ebből fog tudni. Nagyon fontos, hogy amit mutatok, ezt így kell lemásolni, így, ahogy van. Ez az egyetlen megoldás szerintem, hogyha ezt a pályát túl akarjuk élni. Na, kezdjük azzal, hogy ugye amint elkezdődik, mindig le kell lassítani a játékunkat. És amint elkezdődik, így fogjuk. Itt ugye ezt a domborzatot játék kiszedjük. Játék és... van ilyen, hogy vizes árok. Eddig nem nagyon használtam, nem volt rá szükségem, de most köteles vagyok rá. Szóval, vizes árokkal itt teljesen ássuk ki, szépen a fáklyásunkkal, vagy a dárdásunkkal, bármit, amit kapunk kezdésnek. Ezt gyorsan ássuk ki, ez az elsődleges lépés, de csak is úgy, hogy így legyen egy sávban. Ne úgy, hogy több legyen, mert akkor nem tudom amúgy, hogy működik ez, de hogyha több van, akkor az alja úgy észleli, hogy ott vagy vizes árok, és ki fogja azt ásni. Tehát így is át fog menni. De hogyha csak egy van, azt valószínűleg nem vesz észre. Szóval így kell pontosan, hogy ezt a területet használni tudhassuk, mert ugye más lelőhelyünk nincsen, amiből nyersanyagot tudnánk szedni. Játék megáll. Aztán... játék újra. A második lépés az, hogy ide pontosan építünk két darab ilyen négyzetes tornyot, hát most ez fér ide, meg ez kell a taktikához, és amint felépítjük, csináljunk ide egy hosszú falat. De ne falazzuk be teljesen, tehát hagyjunk ott egy kockányi rést, hogy ott azon be tudjunk menni. Mert most tegyük fel, ez olyan, mint egy Tower Defense fél taktika, egy Orcs Must Die-ba például, hogy az olyan mindig azt az irányt veszi észre, ami nyitva van. Tehát, hogyha teljesen bezárom, akkor ugye az olyan mit fog csinálni? Hát neki esik a falnak a közelharcosaival, azt elkezdi rombolni, mert nincsen egy bevezető út. De mivel látja, hogy itt van egy nyitott út, ezért ezen végig fog masírozni, és akkor ilyen labirintust csinálunk szépen. Hogy oda is csinálunk még egy falat, ott ki fog jönni, és akkor így erre fog jönni szépen. És oda felraktam, hát eddig sose használtam a gránátosokat, most erre is sor került, hogy csináltam két darab olyan magas tornyot oda, így fallal összekötöttem, meg lépcső, és akkor, hogyha netalántán túlélik addig, akkor itt szépen legránátozzuk őket, és felégetjük. Mert a közelharcosok ellen szerintem a gránátos a legjobb megoldás. Meg így az IS-eim is rálátnak pont, hogyha még túlélik. Úgyhogy ezért... ja, és minden egyes nyersanyunkat költsük el, csak a követ meg a fát hagyjuk meg,
még a búzát is meg lehet tartani, talán de ezt is érdemes eladni, mert csak úgy fogunk erre, úgy lesz annyi pénzünk, hogy ezt megoldjuk. 30 szám szeriázt vettem ebbe a toronyba, és 4-4 pajzsost, muszáj a pajzsost, mert amúgy nagyon gyorsan meghalnának a számszériászok, és ezt a balisztát raktam. De hogy furcsálom, mert amikor támadtak, nagyon korán fognak támadni majd az aik, amikor támadtak, akkor a mérnököket, a mérnök sátrakat ide rakták végig. Hogy miért, azt nem tudom, de ide rakták a sátrakat, tehát a mérnökök így eljöttek erre, és nem ide építették, hogy simán ki, ne lehessen tudni kiszedni. Azért is csinálta a balisztát, hogyha ilyen távolra rakják a ostromgépeket, katapult, stb., akkor a baliszta, ez pont erre van, hogy ezeket kiszedjük. Muszáj, mert hogyha nem szedjük ki, akkor a tornyunkat pikpak szét tudják zúzni, és azt ugye nem kell mondani, hogy ha egy tornyot elbukunk, onnantól bukó, vége, kezdhetjük újra. Még talán ebből is tudunk így gazdálkodni, ebből a pici helyből. Ja, meg ugye ügyeljünk arra mindig, hogy kövünk az folyamatosan legyen. Ha kell, adjuk el az összes fát, élelmet, minden, de kő az kell, hogy legyen nálunk. Majd ha jönnek az ostromgépek, azok áldóan basztatják a tornyunkat, és folyamatosan javítani kell. Muszáj. Úgyhogy, hát ebből fogok gazdálkodni. Jó sok idő lesz, mire ebből bármit is össze tudok hozni, de az lesz az elsődleges feladatom, hogy 50-50 számszeriázt ide berakok, és akkor garantált lesz szerintem a védelem. Úgyhogy csak ki kell tartani. Beszéltem, hogy az számszeriászakat hogyan helyezzük be a toronyba, azt talán egyszerűbb inkább, hogyha bemutatom, azt elfelejtettem megmutatni. Szóval, még itt van ez a 20 darab számszériázt. Ezt szeretném felvenni, de már ugye tele van a torony. Akkor ezt élőlem gyorsan. Remények, hogy menjenek fel oda. És közben kijelöl másik csapatot is. És ő is így fel tud menni. Tehát csak így fogjuk tudni megoldani, hogy lehető legtöbb számszeriázt bejezzük a toronyba. És így szépen kiépítettem a gazdaságomat. Hát mivel ugye csak fát tudunk termelni nagy részben, én a fából csináltam 10 darab ilyen számszerii készítőt, meg 4 darab ilyen bőrmelvértest. Hogyha már csak egy ilyen farmom van, tején farm, akkor abból csináljak melvértet. Mert kajára nem kell költenem most már, de az elén ugye nagyon kellett. Hát azt csináltam, hogy ugye csináltam 4 darab ilyen, mi ez, chapelt, kápolnát, 2 darab templomot, meg egy katedrálist szokásosan, mert ezzel így tudjuk tartani a vallást. Főleg, hogy most egy ilyen kevés a népességünk, ha megnézzük, akkor igen szép arányba vagyunk egy áldással. Aztán én mindig olyan 60-at szoktam mindig a fear-faktorból, néha többet is. És akkor, hogyha megnézzük, népszerűségem az egyáltalán nem csökken. Tehát lehet, hogy nincsen kaja, de reményből táplálkoznak meg boldogságból. Lana próbálja! Persze! Nem is dobott bele semmit! De igen, adtam egy kis reményt! Reményt! Ne verd el mindet egyszerre, hit! Még ez így elég érdekes, hogy tényleg nincsen semmi kaja a magtárban. Tehát nem is esznek semmit, de azért boldogok, mert vallásosak. Sérte a maximális hadsereg létszámotan 302. Dizájn is eléggé hajt arra, hogy elérje a maximumot. Játék megállítva. Hát azt fogom csinálni, hogy ezt elfelejtettem mondani, hogy ha megölünk egy ajt, azzal tudjuk csak növelni a maximális hadsereg létszámot. Tehát azután, hogy megöltem itt a Nizárt, meg a Kalifát, még
fogok dolgozni ezen, és aztán majd így hallok szépen, hogy aztán jön Emir, és majd Vazzi lesz utoljára. Na de harsogjanak a trombiták, peregjenek a dobok, a Black Venom eljött ma hozzátok. Te magasságos egek, végre ennek a pályának. Hú, hogy mennyi időt töltöttem el vele.
Azt mondjuk időben csak ennyit mutat, hogy hát jó pár évet. Nem tudom ez mennyibe adatja, de teszétek, megmondom, szerintem olyan 3 napot, hogyha rán szántam, amilyen nehéz, hosszú ez a pálya. Borzasztó. Hú, az a mennyiség, amennyit öltem. 26 000. És 1800 katonám bukott el. Na hát ez a nem semmi. A világ a fej tetejére állt. Nekem kellett volna győznem. És akkor ugye az az ending. Azt hittem, hogy ez kapott különlegességet. Hát senki sem takarít el téged az utamból végre. Mindent nekem kell csinálnom. Van egy mondás. Ha a teve énekelni kezd, itt az ideje, hogy elhagyd az oázist. Tüzet fényesen ég, hűszövetségesen. Ne hagyd, hogy kialudjon. Szép munka volt, uram. Harctéri sikereit valósággal elkápráztatnak minket. Hitetlen! Jó van, hitetlen. És akkor ugyan jönnek a udvari bolondok. És most mutatok egy trükköt, amit hát én úgy hívok, hogy easy mode. Méghozzá a favágó kunyhó. A favágó kunyhóval lehet trükközni. Fogjuk, és egy teljesen felépített várhoz, a kapuhoz, minden egyes ai használom úgy ilyen kaput. Ezt nem helyezheti teljesen elblokkolni. Ezt nem helyezheti ide, uram. Úgy, hogy ne tudjon bemenni egy darab munkás se. Uram, nincs elég munkás ennek az épületnek a működtetéséhez. Játék megállít. És mint lehetett látni, amint így teljesen elzárjuk az útját, az összes kint lévő épületet lerombolja azonnal, és ezzel konkrétan az AI nem fog tudni csinálni semmit. Lehet, hogy fog, de nagyon sok idő múlva, addig meg rá tudom készülni. Szóval én ezt úgy hívom, hogy easy mode. Én sose használtam most a kampány során, esküszöm. Ezt a favágó kunyhót lehet arra használni is, hogy mondjuk a ott van Kalifának a vára körül teljesen adta szurok. Rárakunk mondjuk egy ilyet, feltűzel, és akkor így a szurkotos hatást nagyítjuk. Ezt is lehet így használni. Én nem használtam, mert direkt a nehéz fokozatot választottam. És ezzel véget ért számomra a Stronghold Crusader. Hú, hát ez a keresztes kampány tényleg egy élmény volt. A fegyverraktár újra tele van. Meg hát mondanám azt, hogy bármikor újra játszom szívesen tényleg ezt a kampányt, mert annyira nosztalgikus ez a játék. Olyan élményeket okozott nekem régebben is, meg mai napig is. Én imádom. Egyszerűen minden egyes pillanatát, minden egyes részletét, a hangulatát, a harcrendszerét, meg ez tényleg, hogy ez a játék egyáltalán nem könnyű. Lehet, hogy annak tűnik, hogy így elmagyarázom, de viszont nehéz stratégiai játéknak számít, szerintem. Mert hogy úgy kalkulálni tényleg, hogy a gazdaságod megfelelő legyen, az elhelyezkedés sem mindegy, hogy hova építed az épületedet, mekkora távolság kell, hogy a raktárból kivegye az adott terméket és elvigye az épülethez, tehát mindent nagyon ki kell kalkulálni. A szép a kidolgozás, most lehet, hogy tényleg több mint 20 éves játék, számomra még a grafikája is lenyűgöző. Hát annyira vissza tudja adni ezt a középkori hangulatot. Én nem is tudnék dönteni úgy, hogy melyik a jobb, az sima Stronghold, vagy Stronghold Crusader. A Stronghold Crusader-t azért szeretem, mert itt tényleg harcoltok az AI-k ellen. Annyi lehetőség van, hogy custom match, és hogy deathmatch, single match, keresztes match, meg mindent. Tehát rengeteg lehetőség van ebben a Crusader-ben, nekem pont emiatt tetszik. Viszont
Nekem a Stronghold, a sem a Strongholdnak a zenéje jobban tetszik, de itt is adja ezt az arab hangulatot. Meg hát ott van még a történelmi hadjárat is, akinek kedve van, azt is kijátszhatja. Én nem tartom azt annyira bonyolultnak, de kinek mi, azért se akarom így külön azt bemutatni. Majd nekem főleg azt tetszett ebbe a keresztes hadjárba tényleg, hogy meg kell tanulni mindegyik aji ellen játszani. Egyik aji se használ ugye azt a taktikát, mindegyik másképpen építkezik, más egységeket használ, más épületeket. Vannak könnyű aik, mint egy patkány, meg nagyon nehezek, mint a farkas. Ezt a végigjátszást is csak azért csináltam meg, hogy akik esetleg nem tudták még megcsinálni ezt a kezdetes kampányt, akkor ezzel tudjak segíteni nekik. Rengeteg lehetőség van minden egyes pályán, hogy hogyan oldjuk meg az adott szituációt, hogyan végezzük ki az ait. Én szerintem lehetőleg legkönnyebbet mutattam be, hogy hogyan lehet legkönnyebben túl lenni a pályákon. Jó, hát általában rusholtam, tehát a ninja, vagy húzogányos, vagy akármi, ami működött. De hát, hogyha rush működött, akkor most minek szarakodjak fél óráig, meg akár órákig. De vannak olyan pályák, amiket lerusholni nem lehet. Mint például az ilyen deathmatcheket, hogy 40 000 vagy 20 000 arannyal kezdik az AI. Azokat például nem lehet lerusholni. Azokat ki kell válni szépen. Meg ahogy néztem pontszámokat, megdöntöttem a 3 évvel ezelőtti rekordomat. Már átléptem a több mint 103 000 pontot, és itt írja, hogy a legrövidebb pálya, amiket megcsináltam, ezek voltak 1 perc alatt. Hát, 1 perc alatt meg lehet oldani, ilyen ezek a rásos pályák. A leghosszabb, meg egyértelmű ez volt nekem. Jó 4,5 órát töltöttem bele. Továbbra is ott a Patreon csatornám. Mindenféle ilyen kisebb összeget szívesen fogadok, nem kötelezek rá senkit. Én csak azért csináltam, hogy ha bárki, aki szeretne adományozni, azt tudjon, és akár az ilyen régi játékokról, vagy újabbakról tudjak csinálni guide-ot, egy tanácsadásos videó. Én szépen megköszönöm, aki végignézte ezt a végigjátszásomat is, remélem, hogy sokat tudtam segíteni. De van egy megválaszolatlan kérdésem. Azon tömperegtem még a kampány során, hogy ki lehet az a szumókun, akiért annyira oda vannak az arabok. Szomókom? És majd találkozunk egy másik régi klasszikusban, vagy akár egy új játékban. Addig is, sziasztok! Infidel! 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 Infidel!